A több mint 70 résztvevő maratoni, félmaratoni, hegyi futókupa 8 km váltó és tó körüli gyermekverseny közül választhatott. A 8 kilométeres táv első befutója az egri Révész Tamás volt, aki 41 perc 9 másodperc alatt teljesítette a penzumot. Az első kör végére hatalmas eső, felhőszakadás zúdult a környékre. A maratoni mezőny tagjait ez nem zavarhatta, hiszen nekik ötször kellett ezt a 8,1 kilométeres, 1700 méter szintkülönbséget tartalmazó távot teljesíteni. Ez a leggyorsabban 4 óra és 28 másodperc alatt a Miskolci Egyetem versenyzőjének, Karlovics Juhász Tamásnak sikerült. A tavalyi egri versenyen a 12 kilométeren is ő győzött. Maga a pálya az nagyon jó, főleg azért is, mert van benne egy elég hosszú emelkedő, meg a lejtőszakaszokban is több olyan van, ami technikás, tehát nem egy unalmas pálya, és azért egy sík maratonhoz képest jóval nehezebb, főleg ez ilyen körülmények között. A második-harmadik helyet kibérelték a debreceniek, a Bihari Atléta Bírók Sportegyesületének versenyzői. Gulyás János alig 3, míg a harmadik Spitzmüller Zsolt 9 perccel maradt le a győztestől. A hölgyeknél összesen 2 neveztek a maratoni távra, Bóla Emília a Spuri SC-től és Druskó Zsófia a Kanizsai Futóklubtól. Valóban Bóla bukkant fel először a célegyenesben. Ideje 4 óra, 51 perc, 53 másodperc. Mindig változók a pályák, mert télen voltunk. Havason, latyakoson, jegesen, sarason. Szeretem a bükköt. Amikor tehetem, akkor jövök ide futni. A kiírás szerint a maratoni felnőtt női és férfi első és második helyezés automatikus kvalifikációt jelent a hosszú távú hegyi futó világbajnokságra, ami Lengyelországban lesz augusztus 3-án. Maratoni táv!